Sziasztok srácok, én Marci vagyok és üdvözlök titeket a legújabb videómban, és ma van a napja a harmadik Holofriends találkozónak, ami ugye az én saját NFT szettem. És itt a csatornán már ugye volt videó erről, amikor Párizsban voltunk, hogy egy ilyen NFT-s rendezvényre megyünk, és nem néztétek meg olyan sokan, de azért néhány embert érdekelt, és szerintem a mai videó is tök érdekes lesz. Ígérem, lesznek még autós videók, nyilván azért dolgozok egyébként, hogy minél jobb autóm legyen, tehát ez a végcél, hogy tényleg egy Lambo vagy R8 legyen, ezért csinálom az egész kripto NFT-s dolgot. A lényeg, hogy ma megyünk a saját NFT szettemnek a rendezvényére. Ugye ez egy 250 darabos szett, a Holofriends, ebben az ilyen igazi hardcore NFT-s kriptos arcok vannak benne. Megmutatjuk, hogy néz ki egy ilyen rendezvény, illetve szeretnék nektek mutatni valamit. Ugye nagyon elkezdtem TikTokozni, hogyha TikTokon még nem követtek, akkor mindenképpen tegyétek meg, és csomóan írták, hogy mit haknizol a kriptóval, nincs is neked pénzed, egy lyukból videózzal. Szeretném megmutatni nektek ezt a lyukat. Ugyanis, és ezt nem a hatásvadászat miatt csináltuk, tényleg így néz ki az asztalom. Elképesztő igénytelen, tudom. És nem kamu, ezeket nem csak ide raktuk, ebben tényleg megivott kávék vannak. Amit szeretnék ezzel az egésszel elmondani, hogy a kripto most nagyon trendi, mindenki kriptót tanít, mindenki nagy kripto guru lett, viszont ami a legfontosabb szerintem, hogy bárhol kezdtek el tanulni, bárkire kezdtek el hallgatni, amikor kriptóztok, nem is feltétlen kell rám, mindenki azzal próbálja becsalni az embereket, hogy ilyen-olyan iroda, 8 képernyő, kint a csártok, és mindenki marha ügyesen kriptózik, pedig szerintem ezt így is lehet. Tehát én itt dolgozok minden egyes nap, itt ülök minden egyes nap, iszom a kávékat, hogy életben maradjak, és rendetlenségben dolgozom. Nem tudom, hogy miért, én amúgy szeretek rendetlenségben dolgozni. Két monitor az bőven elég ahhoz, hogy sikeres legyen szerintem a kereskedésben, befektetésben. Általában itt valami kis olyan info megy, amit nem kell folyamatosan nézzek, vagy YouTube videók, amiből lehet tanulni, illetve itt pedig általában elemzek, stb. Van még egy kis laptopom, tele Pudgy Penguin matricákkal, ez szerintem barom jól néz ki. Úgyhogy hát srácok, ne hallgassatok mindig azokra, akik azt mondják, hogy a high-tech-ebb cuccok kellenek, még 8 monitor, meg stb., mert az eredmények az azok, amik számítanak szerintem. És én hál' Istennek ebben nagyon jó voltam, úgyhogy ha valakit a kriptos része érdekel, ez az egy videó, ami most itt kriptos lesz, viszont megy majd fel a Petromédia csatornámra, ez a másik csatornám, sokkal aktívabb vagyok, rengeteg videó a befektetésről, a pénzügyekről, mindenféle dolgokról, hogy szerintem hogy lehet sikeresnek lenni. Nem véletlen a BMW is egy tök jó autó, de szeretnék nyilván szintet lépni, úgyhogy nyilván az én érdekem is, hogy jól menjen, és vissza tudjátok nézni minden eredményemet, vissza tudjátok nézni a videókat tök ingyen, úgyhogy ha valakit a kriptó érdekel, akkor ott keressen a Petromédián, ezt csak szerettem volna nektek megmutatni, hogy ez az a kis lyuk, amiből videózok. Itt vannak egyébként a Pudgy-s cuccok egy része, ezt nagyon nézzétek meg, ez egy 200 000 forintot érő limitált játék, de meg is mutatom nektek, hogyha valakit ez érdekel. Ugye ez egy számozott limitált játék, tehát 134 darab van összesen a világon, és ez a 106. Ugye ez mindegyik pingvin, tehát ezek is az összes, valakinek az NFT-ről lett mintázva, és akinek az NFT-ről játékot csinálnak, az ugye valamennyi pénzt kap a bevétel után. Úgyhogy ha valaki megkérdezi, mi a kripto meg az NFT-k értelme, akkor például ez, de ez csak nyilván egy a sok közül. Ezek is szintén játékok, ezek olyanok, mint a Funko Pop-ok, ezeket biztos sokan ismeritek, hasonló kivitelezés. Itt ez a kis dolgozósarok, ami rohadt igénytelen, de egyszer majd beköltözök egy irodába vagy valami. Én meg azt szerettem volna megmutatni, hogy a Holofriends az én saját szettem. Nem tudom, ismeritek az Evolvenst. Biztos, hogy sokan ismeritek, ugyanis egy autós csatorna, tudom, nem tudom már ki, de csinált videót az egész Evolvenstről, voltak bent az irodában. Ugye ez egy magyar óragyártó cég, egy nagyon jó minőségű órákat csinálnak, tehát tényleg brutál minőségű az egész óra, és csináltak nekem egy egyedi darabot, ugye ezen rajta van a Holofriends, az én saját NFT szettem logója, illetve oda van írva, hogy holó, hát nyilván tök kedves nekem, mert hát ez egy úgymond egyedi darab. Ha érdekel, nem reklám, nem beszéltem meg velük, csak jóba vagyok velük, és szerintem brutál minőséget csinálnak, hogy az Evolvenst mindenképpen nézzétek meg, ha valami jó magyar kötődési órát szeretnétek. Ennyit igazából erre, most megyünk a találkozóra, nagyjából 40-en leszünk, aztán holnap pedig majd ti egy videóban látjátok nyilván, de a tali után kicsit kielemezzük a dolgokat, hogy ment, s mint ment, és tényleg, hogyha bármi kérdésetek van a kriptóról, és szeretnétek ebbe belevágni, akkor a másik csatornám, a Patronon, Discordon, Instagramon keressetek, bárhol, mert segítek. Tudom, hogy nagyon trendy, tudom, hogy nagyon sokan szeretnétek belevágni, de emlékezzetek erre az egy dologra, és hogyha nem tanultok tőlem semmit, és semmi, csak ezt az egyet, hogy ne a külsőségekre menjetek, ne azt nézzétek, hogy ki hogy flexel az autójával így, úgy, mert ez egy működő marketing stratégia, nyilván én is csinálom, nyilván nekem is jó, hogy szép autóm van, de ez a valóság,
így is lehet pénzt keresni, nem kell hozzá drága autó, nem kell hozzá Dubajba menni, és nem kell mutogatni, hogy Rolex, meg így is lehet pénzt keresni. Másik nagyon fontos dolog, amit minden, nem csak magyarok csinálnak, de a magyarok főleg, hogy ez a fake it till you make it. Ez egy akkora baromság, hogy azt hiszik az emberek, hogyha gazdagként élnek, pedig nincs pénzük, akkor majd azok lesznek. Pedig ez egy baromság, hogyha nincs pénzed, akkor nem menj taxival, akkor gyere mozgó lépcsővel, meg metróval. Szóval nem kell feltétlenül eljátszani, hogy te nagy király vagy. Teljesen jó, ez is elvisz A-ból B-be. És amúgy mehettünk volna taxival, de ez így vagányabb sokkal, meg egyébként a Blahára megyünk, hogy majd megmutatom a helyet is, a Rizmájerbe megyünk, voltam párszor már a srácokkal sörözni, aztán ott pont adtak helyet 40 főre, hogy innen is pacsi nekik, ez nem fizetett hirdetés. Srácok, megérkeztünk a hely elé, itt van mögöttem a Rizmájer. Nagyon kíváncsi leszek, nagyon izgulok, ez a harmadik Holofriends találkozó, egyébként az elsőn szerintem olyan 25-en lehettünk, a másodikon már 45-en, én szerintem most is ilyen 40-45-en leszünk, és izgulok, mert már ugye úgy megyünk, hogy ismerjük így egymást az emberekkel, és már nem az van, hogy oda megyünk, és akkor te melyik coint szereted, te melyik NFT-t tartod, hanem most már azért megvan a közös érdeklődési kör, a közös témák, közös ismerettségek, úgyhogy srácok, menjünk be, nézzük meg, hogy kik vannak itt. Fogtok látni videókat az egész rendezvényről, aztán pedig holnap elmondjuk, hogy milyen volt. Srácok, meg fogunk kérdezni pár embert itt a Holotalin, hogy mióta kriptózik, és mi volt a legnagyobb buktája, mert szerintem ez a két dolog nagyon érdekel mindenkit, szóval mióta kriptózol? Hát körülbelül olyan 2 éve. 2 éve. Elmondom nektek, srácok, kis érdekesség. 2 éve még bull market volt, és az a bull market teteje volt, szóval hogyha ő elkezdte, akkor az úgy a topon volt, nem? Tehát akkor úgy pont rosszkor szállt be. Szerencsém volt, mert csak néztem akkor még, szóval nagyon szerencsés. És mindig ezt mondom, ne vásároljatok, hanem először csak nézegessétek a piacot, mert akkor nem tudtok bukni. Még csak tanultam a Marcitól akkor. Igen. De nem feltétlenül tőlem kell tanulni, bárkit követhettek, bárhova befizethettek, ingyenesen is tanulhatok. Az a lényeg, hogy először ne vegyetek semmit, mert mindenki ezen bugik állandóan, hogy először vesz valamit, aztán gondolkozik, hogy ezt nem kellett volna, de a másik kérdésünk egyébként az az lenne, hogy mi volt a legnagyobb buktád, mert ez tudja, hogy mindenkit érdekel. A legnagyobb az Oditis. És mennyit buktál? Hát olyan 1 ether körül. 1 ether körül, az elmondom nektek, hogy akkor még az mennyi, 1 millió forint volt? Hát körülbelül, ja, sajnos van. Na látjátok, srácok, és még mindig itt van, és még mindig NFT-zik, és meg fogja érni utólag, higgyétek el. Mióta kriptózol? 20-ban szálltam be, pont amikor minden ment felfele, de akkor még csak szemlélő voltam, és végignéztem, ahogy mondjuk a BNB token felmegy, vagy coin felmegy 40 dollárról 600 dollárig, és ezt így végignéztem, közben belevettem 400-on, mikor visszaesett, eladtam, úgyhogy a kezdőhibákat mind elkövettem én is. Srácok, amúgy a kezdőhibák azok mindenkivel megesnek, és most ezt azoknak mondom, akik az előző bull market alatt mínuszt csináltak. Lehet, hogy mínuszba vagytok, de ne adjátok fel, mert vagy amúgy feladhatjátok egyébként, tehát hogy ez a szívetek joga. Viszont én azt gondolom, hogy aki ki tud tartani, és le tudja nyelni ezt a mínuszt, és tanul, és nem beledobálgatja mindenbe a pénzt, meg hülyeségre költi, rengeteg ingyenes videó van a YouTube-on, ingyen az internetről bármit meg tudtok tanulni, úgyhogy ezt csináljátok, és ahogy ő is mondta, tanulni. Tehát ezzel kezdődik minden, ne vásároljatok semmit, ne fizessetek be sehova, csak tanuljatok, és akkor jó lesz. Na, a következő kérdésünk a szokásos lesz. Mikor kezdted a kriptót?
3 éve. 20 végén, akkor végül is te már profitba kezdtél az elején. Igen, viszont az a baj, hogy nem vártam meg a... nem realizáltam igazából. Ez az a hiba, amit mindenki elkövet. Én ezt 17-18-ban csináltam, hogy ment fel minden, aztán nem adtam el. Ezen mindenkinek át kell esni, úgyhogy ez még nem akkora probléma, de most jön az igazi kérdés, hogy mi volt a legnagyobb minuszod? Hát az Ethereum. Ott egy 80% minusz volt. Ethereum? Igen. Ethereum minuszba mi? Igen, igen. Ott 60 000 dolcsi elment, és így... Várjál, ezt most még egyszer, hogy ki fogjuk írni a képernyőjére, mennyi ment el? 60 000 dolcsi. Annyiba kerül az autóm. Szeretnél hozzáfűzni ehhez valamit? De miért? Hogy? Hát nem realizáltunk igazából, ez volt a baj. Viszont a plusizzal most jól jártok, mert én 6x-ben vagyok jelenleg. A plusiz az egy olyan szett, amiről én is beszéltem a Patron csoportomban, de a lényeg az, hogy ők egy ilyen virtuális valóság, meg ilyen játékokat csinálnak, meg ilyenek. Ez az NFT szett egyébként nagyon friss. Na srácok, itt vagyunk már a pincében, egyébként ez a Holott Talinak az official helye, ide szerveztük a Talit. Ugyanaz a két kérdésem van, mikor kezdtél kriptózni? 2020. március. 2020. március, akkor nagy pluszba kéne lenned. Kéne. Még egyszer elmondom, mindenki elköveti a hibákat. Mi volt a legnagyobb minuszod, amivel a legtöbb pénzt vesztetted? Pár százezer forint, nem volt vészes egyébként. Akkor még egész, amúgy egész jól járta, emelem. Igen. Szóval, amivel a legtöbb pénzt lehet veszíteni egyébként, az ilyen MLM projektek. Tehát a kripto szerintem ugyanolyan, mint a hagyományos piacok, hogy az ilyen MLM, kamu projektek, azok ugyanúgy működnek. De mennyi volt az, amit veszítettél? 4-500 000 forint. 4-500 000 forint, és amúgy sokan azt mondanátok, hogy ez sok, de amúgy egyébként a kriptóban szerintem az még egy ilyen egész jó összeg. Az a lényeg, srácok, hogy tanuljatok, és holnap jelentkezünk, mert amúgy nem tudom, hanyadik fröccsömet, meg izémet iszom, de már ma nem csinálunk több vállalható videót, úgyhogy srácok, holnap találkozunk. Na, és srácok, már eltelt egy nap a találkozó óta, nagyon-nagyon élveztem, nagyon jól éreztem magam, tényleg köszönöm mindenkinek, aki ott volt kb. Szerintem egy ilyen 40-en voltunk, úgyhogy tényleg nagyon megéri holottagnak lenni. Nagyon nehéz bekerülni, és nem sok eladó NFT van, viszont azt gondolom, hogy a crypto bull marketban, amikor majd a piac megint megindul, minden nagyon fent lesz, és a bitcoin elkezd keményen felfele menetelni, akkor ezek a talik még érdekesebbek lesznek, még több info lesz. Most is nyilván tudtunk arról beszélni, hogy ki mibe fektet, ki hol realizált, tehát mikor érdemes profitot kivenni a különböző szettekből, illetve, hogy mik a bull marketre azok a coinok, NFT-k, amiket vásárolunk, mert tudom, imádjátok az autókat, én is nyilván imádok videózni, és egyébként, hogyha valakinek van olyan nagy lóerős, vagy ilyen drágább autója, amiről érdemes videót csinálni, akkor nyugodtan írjatok Instagramon. Azért mondom ezt a kategóriát, mert az én csatornámon eddig ezzel foglalkoztunk, tehát nem lenézem a 3-as Golfot, nekem is van, hanem egyszerűen az én csatornám profiljába úgy érzem, hogy ezek a nagy lóerős autók illenek bele. Úgyhogy ha valaki szeretne videót az autójáról, akkor nyugodtan írjatok Instagramon. A lényeg az, hogy mindent azért csinálok, azért dolgozom, és azért kriptozok, azért NFT-zek, hogy majd a következő bull marketben tényleg egy még királyabb autó állhasson itt, amit természetesen ugyanúgy le fogok fóliázni, szóval akinek nem tetszik ez a szín, annak a következő autóm se fog tetszeni, mert arra meg valami még extrémebb fóliát fogok rárakni, viszont tényleg mindent azért csinálok, hogy jobb autók legyenek, amikor autózunk, akkor egyre jobb autókról tudjak videókat csinálni, illetve sokat szeretnék utazni. Megyünk majd megint Londonba, úgyhogy ha tavaly tetszettek a kárspottolós videók TikTokon, itt találjátok a TikTokomat, kövessetek be,
Hogyha ezek tetszettek, akkor mindenképpen lessétek meg a TikTokomat, ugyanis jönnek most majd az újabb kárszpotolós videók Londonból. Tudjátok, hogy ott rengeteg nagyon jó autó van, Lambók, Ferrarik, mindenféle. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, srácok, remélem, hogy tetszett. Hogyha szeretnétek hasonlókat, szeretnétek vlogokat és a többi, akkor írjátok meg kommentben. Nyilván ez a csatorna főleg megmarad ennek az autós vonalnak, viszont azt gondolom, hogy érdemes volt ezt megmutatni nektek, hogy milyen egy ilyen kriptos NFT-s közösség, és hogy készülünk mi a következő Bika piacra, amikor ugye minden majd menni fog felfele. Azt, hogy ez mikor lesz, még nem tudjuk. Én azért bizakodok, hogy már talán jövőre elkezd megindulni a piac, vagy talán már most év végén látunk majd valami kis mozgást. Egyébként a Patreon csoportomban rengeteg elemzés van, ahol próbálom alátámasztani, hogy miért ez van, rengeteg oktató videó, 440 valahány anyag érhető el, 440 valahány poszt érhető el mindösszesen már 10 dollárért, úgyhogy a csoportomat mindenképpen lessétek meg, hogyha érdekel. Egyébként meg itt maradnak az autós tartalmak, ezek a vlogosabb tartalmak, ez most csak egy kis betekintés volt nektek, hogyha kriptos videók érdekelnek, akkor a Petromédia YouTube csatornámat kövessétek, ott különböző dolgokról volt, például a Lego befektetésekről, mindenféle ilyen érdekességről, ami a bizniszhez és a pénzkereséshez kapcsolódik. Srácok, egyébként elkezdett esni az eső, úgyhogy megyünk haza, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!